Elmaradt a címvédés a 13. alkalommal megrendezett egyetemi és főiskolási ékorunk bajnokságon, vagyis a Ladány Balázsjal felálló TF elhódította a címet a több volános csapattársal, Magosival és Hetényivel felálló Kodolányi János főiskola elől, sőt a Kodolányi sok a döntőbe sem tudtak bejutni. Ott a Dunai Főiskola csapata vérzett el Ladányékkal szemben. A hét felsőoktatási intézmény 8 csapatának részvételével megrendezett bajnokságon, hogyha eben hangulat nem is volt, az együttesek remekül szórakoztak. Nagyszerű lehetőséget kínált ez a viadal arra, hogy a nem első osztályban szereplő játékosok kipróbálják magukat az OB1-ben, vagy éppen az osztrák hoki ligában edződő szemben. A bronzmeccsen azért a kodolányi győzni tudott 5 egyre verte az Óbudai Egyetem gárdáját, így a bronzérem került magosiék nyakába, a fináléban pedig a Semmelweis Egyetem testnevelési és sportudományi kara, Röviden a TF csapata verte 8-2-re a Dunai Városi Főiskola együttesét. A Kodolányi János Főiskola gárdája besöpört azért egy díjat, a legjobb női játékos Marjai Zsófia lett.